Valóban az utolsó simításokat végzik az élményfürdő padlózatán a dolgozók, újra fogázzák a folyosókon lerakott csempéket. Így néz ki a nagy medencetér, még víz nélkül. A napozó ágyakat már behozták, de még nem kerültek a helyükre. Az üzemeltető vezetője azt mondta, idén több idejük jutott a korszerűsítésre. A fürdők életében mindig vannak kötelező leállások, ezeket ugye jogszabályban vannak rögzítve, mert ugye a csőhálózatokat, a betápláló rendszereket, az egyéb tározókat, a tisztító szűrőtartályokat, azokat időközönként évente két alkalommal jellemzően szoktak megállni a fürdők, és akkor néhány napig karban tartanak. Ez egy jobb esetben egy 4-5 nap, maximum egy hét alatt meg tud történni, de azért hála Istennek az elmúlt évünk az egy igen forgalmas évre sikeredett, az év vége pedig hát különösen nagy teltházzal ment, és az egész éves igénybevétel során azért egy fürdőben nagyon-nagyon sok olyan megoldandó feladat, probléma keletkezik a használatból adódóan, ugyanúgy, mint bármelyik háztartásban, csak itt ugye fokozottabb igénybevétel van, amit meg kell oldani. Ezek esztétikai, biztonságtechnikai és egyéb beavatkozásokat jelentenek, és most láttuk elérkezettnek az időt, hogy ezeket most meg kell, és meg is tudjuk csinálni, úgyhogy ez egy hosszabb karbantartás és részleges felújítás lett. Már mosolyog a vízi bohóc a gyermekvilág közepén, de a medencében még nem víz, hanem fekete fólia van. Itt speciális borítást helyeznek el, hogy még biztonságosabbá tegyék a fürdőzést a gyermekek számára. Jelentősen megújult a szaunatér is. Az egyik legnagyobb és leglátványosabb fejlesztésünk az, hogy a finn szaunát az teljesen az aljától a tetejéig újra burkoltuk, a falazatot, új ülő alkalmatosságokat csináltunk, új tartószerkezetet az ülőfelülethez. Ugye nagyon közkedveltek a szauna programjaink, amelyeket ingyenesen biztosítunk a szauna jeggyel rendelkező vendégeinknek, és igyekeztünk egy kicsit úgy átalakítani a szaunát, hogy talán mondjuk egy 4-5 fővel többen már be tudnak menni egy-egy ilyen szauna programra. Tényleg túljelentkezés volt rám, úgyhogy bízunk benne, hogy ezzel is egy kicsit kényelmesebbé tudjuk majd tenni a szaunásoknak is a mindennapjait, és látványosabbá is, hiszen egy kis világítás, korszerűsítést, hangulatfényeket is elhelyeztünk a szaunában. Úgyhogy próbáltunk mindenre kiterjedő módon gondolkodni ebbe az elmúlt 3-3 és fél hétben. Úgy látom, hogy a vége még most egy kicsit azért olyan, hogy is mondjam, tempósan kell csinálni a dolgokat, de ez minden felújításnál így van, ami viszont biztos az, hogy február 3-án reggel 9 órakor meg tudjuk nyitni a fürdőt, és nagy szeretettel várjuk újra a vendégeinket. Az Aquarius pénteken, a gyógyászati részleg azonban már napok óta fogadja a fürdőzőket. A fürdőház és a Júlia fürdő azonban továbbra is zárva tart Nyíregyházán.